az orosz megszálló erők kapcsolattartási lehetőség és információ nélkül akarják hagyni az ukrán lakosságot. Ezért országszerte támadásokat intéznek a tévétornyok ellen, ami miatt adászavar léphet fel. Ugyanakkor a mobil hálózat és a mobil internet kapcsolat gyakorlatilag Ukrajna egész területén hozzáférhető. Ezért az ukrán hatóságok démentes internetes rádiót indítottak az ország teljes területén. Ez azt jelenti, amennyiben valakinek nincs feltöltetés, ha az egyenlege akkor is hallgathatja a rádióadást. Az ukrán nemzeti rádióadást a radioplayer.uan lehet elérni. A szakemberek egy alkalmazást is kidolgoztak a rádió mobil eszközökön történő hallgatásának megkönnyítése céljából. A hadi állapot idejére kormányrendelet szabályozza az ukrán útlevél érvényességének meghosszabbítására, illetve a gyermek adatainak bevitelére vonatkozó eljárást. A dokumentumnak megfelelően az ukrán állampolgárok útlevelét öt évre hosszabbítják meg, valamint egyszerűsítették az adatbevitelt. Azok, akik azzal a kéréssel fordulnak hozzánk, hogy lejárt az útlevelük, vagy a gyermekeiknek nincsenek irataik, mi minden útlevél érvényességét, függetlenül attól, hogy az biometrikus vagy sem, öt évre meghosszabbítjuk. Amennyiben valakinek gyermeke született, és még nem töltötte be a 18. életévét, és amennyiben a szülő rendelkezik a gyermek fényképével, akkor mi beragasztjuk a szülő útlevelébe, lepecsételjük, és hitelesítjük, és ezek az iratok érvényesnek minősülnek határátlépéskor. Ehhez szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára. Amennyiben a szülő nem rendelkezik ezzel a dokumentummal, akkor felkeresheti a polgári jogi aktusok nyilvántartási hivatalát, ahol igényelhetnek egy kivonatot, amely alapján mi még aznap beragasztjuk a gyermek fényképét az egyik szülő okmányába, és kiadjuk azt, hogy az emberek el tudják hagyni Ukrajnát. A gyermek adatainak útlevélbe való beviteléhez a szülő útlevelére, az adatbevitelre vonatkozó kérelemre, valamint két darab, három és félszer, négy és fél centiméteres, a gyermekről készült fényképre van szükség. Ukrajnát személyi igazolványjal elhagyó ukrán állampolgárok azon ország ukrán külképviseletén igényelhetnek útlevelet, ahová megérkeztek. Magyarország ungvári főkonzulátusa tájékoztatja ügyfeleit, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel hétvégén is a hétköznapi nyitvatartási rendszerint előzetes időpontfoglalás nélkül folyik az ügyfélfogadás mind az ungvári, mind pedig a beregszászi külképviseleten. Minden nap nyitva vagyunk, hétvégén is, múlt hétvégén is nyitva tartottunk, és természetesen ezen a hétvégén is nyitva leszünk, és egész addig így lesz, amíg erre szükség van normál nyitva tartással várjuk az ügyfeleinket a hétvégi napokon is, de addig vagyunk itt, ameddig ügyfél van, tehát mindenkinek az ügyét intézzük, mindenkinek segítünk, időpontot nem kell foglalni, bárki jöhet, és ellátjuk a jó tanácssal, és bármi olyan segítséggel, amit itt mi meg tudunk nekik adni. Vannak olyan telefonszámaink, amelyek ilyen nappal hívhatóak, ezeken is fogadjuk a ügyfelek érdeklődését, Honlapunkon is Fontos információk vannak illetőleg a Facebook oldalainkon is, úgyhogy legyenek kedvesek ezeken is tájékozódni, de természetesen hozzánk is eljöhetnek bármikor. Természetesen nem csak itt, Ungváron fogadjuk az ügyfeleket, hanem a beregszászi kollégák a beregszászi konzulátuson is ugyanilyen nyitva tartással várják a hozzájuk érkezőket.